Kérdés, hogy mentek-e a kormány vasárnapi párválasztó buliára? Sőt, tudom, hogy mi hol van. Nem érdekel most az. A jobb dolgom is. Szabad egy táncra, melynek a programja most indul el vasárnap. Nagyon szükséges, hogy megtaláljuk azokat a lehetőségeket és eszközöket, amelyel segíteni tudjuk a fiatalokat, és az adott esetben már közel 30 éves korosztályt is, hogy párkapcsolatra és közösségi kapcsolatra lehetőséget teremtsünk. Szerintem a tánc a művészetnek az az ága, amiben a legjobban és a legszebben lehet ismerkedni. Az embereknek szüksége van a másikra, és nem szabad egyedül maradni. Te hogy szoktál ismerkedni? Táncol? Nem táncolok. Megoldom magam módján. Nem szoktam táncolni, meg nem is szoktam most rá ismerkedni. Az az alapja a tánc mozgásnak, ahol egy férfi és egy nő, ahol két ember egymásba kapaszkodva, egymással egy egészen szűk, pici, intim közösséget alkotva megélnek egy közös élményt. Nem megyek. Nincsen benne semmi rossz, nincsen benne kábítószer, nincsen benne a médiumoknak, vagy a mostani játékoknak, amely gyerekeinket erősen feltészi, semmilyen hátrányos hatása. És kiknek tartja? Hát fiataloknak, és egy ilyen tangó lesz, meg néptáncra. Nem az jó. Nagyon jó. Hosszú távon is olyan kapcsolatokat adhat férfinek és nőnek, nőnek és férfinek, amely tartossá válhat. Akkor még egy kérdés, hogy homoszexuálisok jöhetnek-e? Ez a legfontosabb kérdésem? Nem, ez egy kérdés. Hát sehol sincs kiírva, hogy tilos bárhova is belépni, bármilyen rendezvényre, bármelyik országba, és pláne Magyarországon nincs ilyen. Mentek-e a vasárnapi kormány által szervezett párválasztó? Nem, valószínű. Én nem szoktam ismeretlenekkel ismerkedni. Általában, amikor valami olyan közegben vagyok, iskola vagy baráti társaság, tehát ilyen adott. Rájöttek az emberek, hogy mennyire fontos része az életüknek, a párkapcsolatuknak a tánc, hiszen arról szól, hogy egymást érezni kell, és csak úgy lehet tovább menni ezen az úton, hogyha összefogózkodunk és együtt megyünk tovább. Nem megyünk. Szeretnének a fiatalok hosszú, tartós párkapcsolatban lenni, amely akár leginkább a házasság. Én nem szeretnék házasodni, az biztos. Hát ha te eljössz, figyelj, bármi előfordulhat. Hát én csak szakmailag leszek ott. Azt hangzott el a sajtótájékoztatón, hogy a tánc az, ami így valójában segít párt találni az embereknek. Szerintem mi a véleményetek erről? Hát igen. Hát szerintem az mindenképp egy jó technobuliba, hogyha elmész. És a tangó? Tangó? Persze, az is. Nem, hát mindenféleképpen valami jó révet kéne összerakni erre a dologra. Nagyon-nagyon sok szeretettel várunk mindenkit ezen a csodálatos programon. Reméljük az idő is nekünk kedvez, és nagyon sokan ellátogatnak, és barátokra is, és partnere is találnak szert.